Einstein általános relativitás elméletének századik évfordulóján két fekete lyuk összeütközéséből először észleltünk gravitációs hullámokat. Ezek a hullámok viszont szinte észrevehetetlenek, olyanok, mint suttogás egy zajos koncertteremben, így észlelésükhöz ki kellett szűrni mindent, ami zavarja a mérést, azaz mindent, ami nem gravitációs hullám. A LIGO obszervatórium érzékenységét befolyásoló környezeti zajok, például az infrahang, ezen kívül a szeizmikus eredetű zajokat is figyelembe kell venni, ezek egyrészt a földrengések, másrészt pedig emberi hatás által létrehozott rezgései a földnek. Például, hogyha elképzelünk egy forgalmas autópályát, amin autók és kamionok dübörögnek végig, akkor ezek keltenek olyan rezgéseket, amik rontják a LIGO detektornak az érzékenységét. Amerikában találhatóak ezek a mikrofonok, viszont mi itt végezzük a szerelésüket, kalibrációjukat. Tehát itt a képernyőn láthatjuk a mikrofon jelét, ami beérkezik. Az látható itt például, hogy valaki bejött az ajtón, és annak a jele is megjelenik itt az infrahang mikrofonon. Hogyha véletlenül pont egy környezeti hatás okoz egy kiugró jelet az interferométer jelébe, akkor meg tudjuk mondani, hogy hoppá, az nem gravitációs hullámtól származik, hanem egy infrahang hanghullám lökettől.